valós veszély, amit kihasználnak, és most arra használják fel, hogy elvonják a figyelmet a valós problémákról. Az biztos, hogy abban viszont biztos vagyok, hogy nem véletlenül van koronavírus. Mert az is biztos, hogy a koronavírus nem egyik pillanatban. Másikra termett, de biztos vagyok benne, hogy szándékos. A mai napon 10 akciócsoportot állítottam föl. Egy klasszikus akciósorozat. Uncsi az idei kollekció. Tényleg tetszik az idei bikini divat. Most jön a java. Igen, de akkor is kellett szabadnak. Szabadnapja bárkinek lehet. De neked a világot kell megmenteni. Acapulco akciócsoport. A filmmárián. Ellenzék javaslata, az iskolák bezárása alapvetően súlyos gazdasági károkat okozna. Ha bezárnak az iskolákat, akkor gyakorlatilag a magyar gazdaság az leállna. Március 16-ától kezdve, tehát hétfőtől kezdve a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatásának az infrastruktúráját, de az igazság az, hogy ezt nem fejeztük be még. Úgy döntöttünk, hogy Irán. Irán? A négerek mindig háborúznak. Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelből sem lehet külföldieknek belépniük Magyarország területére. Koronavírus kutatócsoport, megpróbálunk gyógyszert, vakcinát fejleszteni. Beletesszük a fokhagymát, a babérlevelet, a borsot. A koronavírus jó 70-80%-át a 10 parancsolat megtartásával el lehet kerülni. Langyos, szappanos vízzel történő gyakori kézmosás elegendő. Májusban lesz a Giro d'Italia, tömegek érkezhetnek Olaszországban. Ön szerint adottak a biztonságos megrendezés feltételei? Nem tudom. Engem nem bolondít meg. Más lehet, hogy megbolondít, engem nem. 2001-től, csak vegyük 2001-től, minden évben szinte volt valami vírus. Ugye? Mindig valamivel elhitették az embereket. Egy embernek jó, aki ezt az egész szállat irányítja, senki más nem. Üdvözlök mindenkit! A 21. század első mesterségesen legyártott világgazdasági válságának hajnalán. Yeah. This big brain time. Én úgy gondolom, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, tehát én római katolikus hitoktató vagyok, a templomba is bevezették a püspöki kar, hogy a kézfogást és a szájba áldozást megszüntették. Egyébként meg a legnagyobb fegyverünk az imádság. Imádkozzunk azért, hogy valóban meg tudják fékezni a koronavírust, és ne terjedjen tovább. Az Úristen megasszázta üdös kurva világ. Mindenek van valami alapja, gondolom. Szerintem nagyobb kereket, feneket kerítenek neki. Még én személy szerint a ilyen tömegrendezményekre gondolok, hogy például most nem tudok menni, ami személy szerint érint dacmecsre. Én oda járok, Fürerő sokan oda járunk, hogy most mi lesz ennek a vége, nem tudom. Pánikkeltés. Lehet, meg lehet előzni, lehet gyógyítani. Itt van a rendes influenzavírus, veszélyesebb szerintem, mint a koronavírus. Milyen volt tegnap a hangulat a kollégiumban? Hát nem tudom, mennyire szabad így káromkodni, de bekúrtunk, mint a szemét. Lehet, hogy ez a hét azért kell az egyetemnek, hogy egy nagyon nagy Minecraft szervert építsen, és majd ott kell előadásra járni. Esetleg egy kis hazafigyelzenét, addig berakok.